Szabó Melinda Októberi látomás Kecskemét főterén számos szökők út feletteti az ott lakókkal, hogy a Dunatisza közén az ország egyik legszárazabb vidékén élnek. Nyáron a gyerekek nagyokat sikongatva, ugrándozva szaladgálnak a felfeltörő vízsugarak között, de azon a napon, azon a csendes októberi délutánon csak néhány ember andalgott a kosutlajos szobrát körülölelő a téren. Hanvas bőrű lány volt. Amikor a könyvet lapozta, finom kezével néha elhúzott az arcából egy kiszabadult tincset. A nemrégiben felavatott új szökőkút mellett üldögélt a Liberté kávéház előtt. Ahogy megpillantottam, különös látomásként hatott térdigérő sötét szoknyájával, ódivatú, tompa óru cipőjével, laza sötétkék blúzával és konyba tűzött hajával sokkal inkább emlékeztetett egy gondos anyára, mint egy ifjúsága hajnalán bontakozó érintetlen kis virágra. Komoly arca figyelmesen bújt meg a könyv történetében, szemei fürgén ugráltak egyik sorról a másikra, a fekete keretes keskeny szemüveg mögött. Örként olvasott melegség járta át a szívemet, mert feleségemre emlékeztetett, aki ilyen idősen hasonló bájos leány volt. Ült a padon, olvasott, néha felfelnézett rám, majd ismét lesütötte gyönyörű barna szemeit. Piros masni volt kontya köré kötve, a szél eljátszadozott a lehulló szalagokkal, és én nem tudtam betelni a látványjal. Elmosolyodtam. Fürkésző pillantások simogatták az arcomat, szemem a lány tekintetével találkozott. Zavarba jött és az órájára pillantott, majd gyors léptekkel eltűnt a közeli park fái között. Falevelek hullottak, mint megsárgult emlékek a fákról, ahogy elhaladt alattuk. Csókot nyomtak lábnyomára, és a szellő látsodrában zizegve sírtak utána.